feltételezem, hogy az ötödik generáció legjobban meghurcolt konzolját, a Sega Saturn senkinek sem kell bemutatni, melynek fejlesztése 1992-ben kezdődött, majdnem egy időben a legendás játéktermi hardware a Model 1 piacra dobásával. A Saturn lelkét a két darab Hitachi által fejlesztett SH2-es proci alkotja, melyhez kezdetben csak egy darab VDP, azaz grafikai processzor társult, a másodikat jóval később, 1994 elején építették be a Sega mérnökei annak érdekében, hogy gyermekük felvesse a harcot a PlayStation-nel. A Mega Drive, ahogy Genesis utódaként beharangozott, ezúttal már CD meghajtóval felvértezett bukott próféta, Japánban 1994. november 22-én, az USA-ban 95. május 11-én, Európában pedig július 8-án került az üzletek polcaira, könyvtárában tömérdek játéktermi átirattal és exkluzív címmel. Japánban a konzol hatalmas köröket futott, az USA-ban viszont a Sega Amerika megannyi megkérdőjelezhető döntésének köszönhetően idejekorán elvérzett, sőt, már a start is elég esetlenre sikerült, ugyanis meglepetés címszó alatt 4 hónappal a hivatalosan bejelentett dátum előtt dobták piacra, a kegyelemdöfést pedig a Nintendo 64 1996-os megjelenése adta meg, így a folyamatosan csökkenő piaci részesedésnek köszönhetően az USA-ban 1998 végére lelőtték a Saturn hardware és szoftver eladásokat. Köztudott, hogy a Nintendo 64 esetében az anyacég foggal körömmel ragaszkodott a cartridge-ek használatához, melynek köszönhetően nem csak nagyméretű piaci részesedésnek inthettek búcsút a jóval drágább, ám tárhelyben igencsak korlátozott formátumnak köszönhetően, de a fejlesztő csoportok is előszeretettel fordítottak asztalokat, illetve csaptak rájuk ajtókat. Szubjektív vélemény, de szerintem a Nintendo 64 sosem volt nagy eresztés, és így abban sem vagyok biztos, hogy a CD alapú játékok bármilyen téren is kompenzálni tudták volna az ilyen-olyan hiányosságait, de tény, hogy a cartridge-ek egy fikarcnit sem segítettek szerencsétlenül. Tegyük fel, hogy a Sega is átmegy fél cédulásba, és abban az időben előrukkol egy cartridge alapú rendszerre. Őrültségnek hangzik, ugye? Amennyiben otthoni konzolokról beszélnénk, kétségtelen, de ők egy másik piacot vettek célba. Következzen a Sega Titan Video, avagy röviden az STV története. Az STV hardware 90%-ban megegyezik a Saturnéval, az eltérés csupán annyi, hogy kaptunk a CD meghajtó helyére egy cartridge slotot, plusz megfejelték a lapot egy jamma csatlakozóval. Pontosan, ez kérem szépen arcade hardware, ami egy teljesen más árkategória, hiszen a Final Fantasy tömérdek CD-n elterülő moziszerű átvezetőit nem érdeklik a játéktermi arcokat, ezzel szemben teljesen hibátlanul szállítja a legfontosabb elvárásukat, a villámgyors töltési időt. A korábbi Nintendo 64-el történő összehasonlítás pedig eléggé történelmietlen volt, hisz az STV 1994-ben, tehát 2 évvel korábban látott napvilágot. Lássuk a hardware teljes bontását. Itt van nekünk a korábban említett 2 darab Hitachi SH2-es processzoronként 28,63 MHz-re hangolva, csak úgy, mint a Saturnnál, az audio lelke pedig a Yamaha által kifejlesztett YMF292, avagy SCSP, mely rövidítés a Saturn Custom Sound Processort akarja, mely egy multifunkcionális hangchip, amit a Sega a Saturnon és az STV-n kívül a Model 2 és Model 3 játéktermi hardverekben is használt. Ez a hangchip 32 hanggenerátor tartalmaz, melyek működhetnek FM szint, avagy PCM digitál audio módban, ahol mindkettő esetében a hardware az FH1-es DSP-be tuszkolja a jelet, mely 16 gyárilag beépített effektet tartalmaz, továbbá rendelkezik egy megszakítás vezérlővel is. Az SCSP vezérlését egy Motorola 68000-es végzi, 11,45 MHz-re hangolva, továbbá található még itt egy RAM chip a digitális audio és hangprogramozás számára, illetve egy külső DAC is. A VDP1-es egy 32 bites videóproci, melynek feladata a sprite-ok per poligonok forgatása és skálázása, illetve a textúra leképzés és grow shading kezelése, mindezt egy dual 256 kilós keretpuffer és 512 kilós gyorsítótár segítségével. A VDP2-es kezeli a háttereket és a görgetősíkot, továbbá rendelkezik 2 különálló ablakkal a speciális számítások, az áttetszőség és az árnyékolás oldására, melynek köszönhetően egy időben képes 5 különálló háttér és 2 játékmező görgetésére, illetve forgatására, játékoktól függően fix 60 FPS-en. A legszebb az egészben, hogy az elmondottakhoz mindössze 2 MB RAM-ot és 1,5 MB VRAM-ot használ, a felbontás viszont játékonként, sőt, rosszabb esetben jelenetenként változik a 320x és 640x224-es értékek között, melyek modern skálázók esetében sokszor 5-10 másodpercnyi sötétséget eredményeznek. Wait a minute!
Valami viszont hibázik. 1993-ban a Sega piacra dobta a Virtual Fighter-t, melynek játéktermi verziója a Model 1-esen futott, és amiből egy évvel később elkészült a Saturn átirat, mely eléggé siralmasan nézett ki. Felmerült át a kérdés, hogy mi a jó büdös francnak kellett elkészíteni a Saturn játéktermi változatát, és piacra dobni 1994-ben, ha az egy évvel korábban napvilágot látott Model 2-es sokkal jobb volt. A válasz pedig minden vállalati döntéshozás esetében ugyanaz, pénz, ugyanis méretgazdaságosság szempontjából a csipek tömeggyártása lejjebb nyomja a darabára. Példának okáért a Namco a Pac-Man játéktermi verziójából 400 000 darabot adott el, ami arcade szinten nagy szám, másrészt a Saturnból, annak ellenére, hogy bukásként lett elkönyvelve, 9 millió fogyott. Természetesen egy játéktermi gépet napi szinten akár 150-200 ember is kloffolhat, de a legnagyobb hátránya, hogy a lapkakészlet mindössze egy játékot tartalmaz. Az STV a Sega alsó kategóriás játéktermi hardvereként olyan mutatványokkal szemben kellett, hogy helytálljon, mint például a Neo Geo MVS, melynek köszönhetően nem sokkal megjelenése után készült hozzá egy 4 foglalatos cartridge tároló is. Bármilyen meglepő, de ezen mutatványok nem voltak idegenek a Sega számára, ugyanis 1991-ben debütált a Mega Play System, mely nem volt más, mint a Genesis, avagy a Mega Drive konzolok felturbózott verziója zsetonzabáló formában, de 7 évvel korábban az első konzoluknak, az SG 1000-esnek is elkészítették a játéktermi változatát, csak úgy, ahogy a Nintendo a VS rendszert, melynek alapja értelemszerűen a Famicom hardvere volt. Mielőtt rátérnénk a játékokra, lessük meg a BIOS menüt, amire a legjobb jelző a fapados volna, ugyanis azon kívül, hogy lehetővé teszi az üzemeltetőknek a tesztek futtatását, az egyes játékok indításához szükséges érmék számának meghatározását, illetve a képernyő forgatását, nem sok mindenre tudjuk használni. Standard arcade megoldások viszont hamar rájövünk az input test bazirgálása közben, hogy nincsenek meghatározott irány, avagy egyéb más fizikai nyomógomb bemenetek, melynek köszönhetően mutat némi rokonságot a Hyper Neo Geo 64-jel, ergo annak ellenére, hogy nem használ egy különálló IO lapot, úgy tervezték, hogy felismerjen többféle gomb per iránykombinációt. Ennek köszönhetően az alapértelmezett 3 A, B és C gombok és a 4 alapirány mellett a kickharness segítségével 6 gombos játékokat is tud kezelni, valamint készültek rá, hogy is mondjam, ezoterikusabb megoldások is, mint például fotósarkak, pecázós, érintőképernyős vagy akár csak felszállós autójátékok. Mit is jelent ez? Azon túl, hogy a bemeneti teszt a BIOS-ban csupán a legpuritánabb jeleket ellenőrzi, melyeket kivétel nélkül minden játék tartalmaz, a játékspecifikus menük jóval kidolgozottabbak, mint mondjuk egy Neo Geo MVS esetében, mert még ez utóbbi a játékbeállításokat a fejállományban, vagy ha úgy tetszik, headerben tárolja, addig a Sega üdvöskéjének erre különálló programjai vannak. Itt az ideje szétkapni egy STV-kazit, és megnézni, hogy mi is lapul a belsejében. Kezdjük rögtön az előlappal. Egy darab LS-138-as 3-8-hoz demultiplexer, ami 3 be és 8 kimenetet akar, egy darab LS-08-as, két csatornás 4 bemenetű NAND kapu, 6 darab ajzat, melyből ebben az esetben 4 foglalt, és egy misztikus 1 MB-os ROM FPR 19119-es jelzéssel, amire mindjárt visszatérek. A hátoldalon szintén 6 ajzat található, 5 darab LS-245SI oktális busz adóvevő, valamint egy LS-139-es 2-4-hez demultiplexer társaságával. A ROM-ok mindegyike 4 MB tárolására alkalmas, és ha valaki szorgalmi feladatként belenézne a ROM-dumpba, megtudja, hogy az FPR 19119-es a felső memória címbe van leképezve és a headert is tartalmazza. Emberi nyelven ez azt jelenti, hogy egy STV cartridge 49 MB-nyi adatot képes tárolni, ám a képen látható Die Hard Arcade mindössze 17 MB-ra rúg, ami nagyjából megfelel a Neo Bomberman terjedelmének, ami jelen esetben az e fajta összehasonlítás a legkevésbé sem releváns, elvégre is a Neo Geo MVS és az STV hardvere egymástól homlok egyenest eltérőek. Ennek ellenére 49 MB a 90-es évek közepén nem kevés tárhelynek számított, viszont messze nem ér fel egy CD lemez 700 MB-nyi terjedelméhez, ráadásul a létező legnagyobb Neo Geo MVS cím, a King of Fighters 2003 is csak 90 MB-ra lúg. Hogy hova szeretnék ezzel kiukadni? Amennyiben vannak köztetek szoftverfejlesztők, ők kétségtelenül megerősíthetik azt az állítást, miszerint munkájuk eredménye kivétel nélkül annyi tárhelyet emészt majd fel, amennyit rendelkezésükre bocsátasz. Bele kell férni egy egyrétegű Blu-ray lemezbe? Oké, az annyi, mint 23 GB. Ja, hogy install közben még tölthetünk netről is, akkor legyen 200. Értelemszerűen a 90-es években, pláne egy játéktermi gép esetében szóba sem jöhetett a netről töltögetés, de akkor mit kellett útközben feláldozni?
Vizsgáljuk meg ezt a Virtual Fighter Kids névre keresztelt csodát, mi nem más, mint a Virtual Fighter második részének rajzfilmes változata, léggömbfejű karakterekkel és két árnyalattal gyorsabb játékmenettel. A VF2 a játéktermekben a korábban említett Sega Model 2-es alaplapot könnyeztette, tehát ebben az esetben az STV verzió egyfajta költséghatékony kiadás, ami 480i felbontáson fut, 60 FPS-en, de ha nagyon pontos szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy valahol 52 és 60 FPS között. A szorító ellentétes sarkában pedig a Saturn port, mely a konzol beízítása után rögtön egy aranyos szegmenssel indul, ahol a felnőtt VF2-es karakterek bóckodnak kölyök alter egóikkal. Ez a rész teljes egészében hiányzik az STV átiratból, és a tömörítés következtében felbukkanó minőségbeli romlás előre rendelt FMV-renget következtetni, ami egyrészt túl sok helyet emésztett volna fel a cartridge-en, másrészt a szegások talán úgy gondolták, hogy nem éppen a legcsalogatóbb attract mód volna a termekben. Saturnon természetesen van lehetőségünk az Options menü segítségével személyre szabni a játékot, a visszajátszási beállításokat, ami a játékteremben felejtős, és játékmenet szempontjából is csak egyetlen számottevő eltérés képviselteti magát, mégpedig a Kids Mode, melynek köszönhetően kiskorú utódaink is sikerélménnyel zárhatnak egy-egy harcot. STV-n értelemszerűen ugrottak a harcok közti töltőképernyők, ami nekem már csak azért sem hiányzik, mert túlságosan is tagoltá teszi az action, ám a legnagyobb minőségbeli különbség az audio térfélen érhető tette. Emlékeztek ugye? 49 kontra 700 MB, ahol a CD-n a fennmaradó helyet tömörítetlen digitális audio tölti ki, és a VF Kids konkrétan az egyik olyan játék Saturnon, amely Redbook audiót használ. Bár mindkét alaplap ugyanazzal az audio hardware-rel gurít, az STV esetében a ROM kapacitás szab határt, elvégre is valljuk be, 94-ben 700 megás cartridge-eket készíteni egy alsó kategóriás játéktermilaphoz, hát, ja, vastagon kimerítette volna az overkill fogalmát. Bedobok ide két mintát, melyek esetében feliratozás nélkül is magától értetődő, hogy melyik, melyik. Gondolom senkit nem lepett meg a különbség, és ha már ennyit emlegetem az SNK masináit, a Saturn egyik vetétársa, a Neo Geo CD esetében is ugyanez a helyzet, ugyanis lehet, hogy az NVS-hez, vagy az AES-hez képest hosszabb töltési időkkel bír, kivétel nélkül extra opciókat és high-end zenei aláfestéseket, valamint hangeffektet tartalmaznak ezen verziók. Megmondom a frankót, az STV játékköntára kereken 68 játékból áll, melynek többségét még a legjobb szándékkal sem lehet játéknak nevezni, de mi, rajongók, legfőként a smapok miatt vagyunk valahogy elfogultak. Így a felhozatal nagyjából három részre osztható, melyek közül az első helyen az imént említett mutatványok, másodikként a verekedős per sport, az utolsó helyen pedig a kirakós játékok szerepelnek, de természetesen ezen csoportok összetétele per nagysága teljes mértékben egyéni preferencia kérdése lesz. A platform legnagyobb adóásza a Radiant Silver Gun, nem kisebb mágusoktól, mint a Treasure, kiknek kirétét már korábban feszegettem a Guardian Heroes videón keretein belül. Kétségtelen, hogy ezek a srácok minden műfajban otthon vannak, de a smapjaik a hardcore nehézségi szint felső határát feszegetik, a Silver Gun pedig amellett, hogy tartalmaz RPG elemeket, veszettül látványos, viszont az embertelen golyózáporba épített szűk folyosók igencsak meg fogják keseríteni az életünket. Nem szeretnék különösebben belemászni a részletekbe, ugyanis ez a játék megérdemel egy külön videót, ahol a mechanikák és háttérinfók mellett összehasonlítása kerül a Saturn átirattal is, hogy a közelmúltban sikerült beszereznem szinte nevetséges áron.
Következő delikvensként itt van nekünk egy olyan cím, amit az angolalkú youtuber kivétel nélkül hibásan ejtenek ki, a Sokyu Gyurentai, ami magyarra fordítva annyit tesz, az úrkék bíboroztak. Jó hülye név, nem? Nagy valószínűséggel talán ezért lett Terra Diver az angol nyelvterületeken, de magyarul ez sem hangzik valami fényesen. Mit nekünk halmi nevek, mikor a racinges arcok műalkotása az első pillanattól kezdve próbára teszi az idegeinket és koncentrációs készségünket tömérdek felveltő fegyvertársaságában, meg közül a legszórakoztatóbb a lézerostor, ahol a gomb nyomvatartásával beháríthatunk minden ostor hosszon belül tartózkodó koporsótöltelyéket, a felengedés után pedig rakétatámogatást rájuk zúdítva díszíthetjük a tájat újabb fejfákkal. Ez a játék egyszerűen lenyűgöző, és a lőtéri kutyát nem érdekli, ha nem tudsz átütni még az első pályán sem, órákra nem fog elengedni a képernyő előtt. Egy szó, cutting. Feltételezem, a többség már találkozott a sorozattal, ha máshol nem, hát a játéktermekben, ugyanis a szóban forgó második rész az 1991-ben Success által kiadott Cutting Fantastic Night Dreams folytatása, ami a Sega System 16 hardware-én látott elsőként napvilágot. A kor elvárásainak megfelelően a folytatás már egyfajta 2 és 3D-s hibrid, szintlépéssel és egyéb más RPG elemekkel fűszerezve, miközben smapokban ritkán látható megoldásgyanánt meg is ragadhatjuk ellenfeleinket, és feltörölhetjük velük a képernyőt. Lehet, hogy csak nekem tűnik így, de van egyfajta jellegzetes Amiga feelingje a dolognak, ami szerintem illik is hozzá, viszont a soron következő Cutting Boomerang még így is képes rákínálni. Első ránézésre azt gondolnánk, hogy ez ugyanaz a játék, ám a Success pontosan annyi változtatást eszközölt rajta, hogy saját entitásként kezelhessük. A legszembetűnőbb különbség, hogy egy boszorka helyett immáron hármat választhatunk, kik elvesztegethető életként szolgálnak, továbbá amellett, hogy eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, tetszés szerint válogathatjuk őket menet közben, ám erre pályánként limitált számban lesz csak lehetőségünk, ugyanis minden egyes váltás egyfajta képernyőt kisöprő atombombaként is szolgál. A zenék mellett a nehézségi szintet is kipofozták, ami azt jelenti, hogy még nehezebb lett a játék, de nálam továbbra is előkelő helyen szerepel a Kyo Flying Squadronnal együtt. A lövöldözésnek még mindig nincs vége, fogadjátok szeretettel a Varasi csoportjának Bíbor láng sárkányát, azaz a Sierű. Nem veled van a baj, ha az alkotók neve nem mond semmit, ugyanis nem túl ismertek nyugaton és Európában, ráadásul ezen sorozaton kívül, feltéve a szereted a Mahjong játékokat, a Trigger Heart Exiliga köthető hozzájuk, mely a Sega Dreamcast-re megjelent utolsó játék volt Japánban. A Sierű egy klasszikus 2D-s lövölde, ahol a klasszikus szó szerint értendő, és az általa képviselt old school hangulatot akár vehetjük egy a Toplan játékaihoz tímzett szerelmes levélnek is. Rejtett kincse vagy sem, mindenki döntse el maga, viszont azoknak mindenképpen érdemes vele próbát tenni, akik még csak ismerkednek a smapok világával, elvégre is az eddig felsoroltak közül ő felsége a legelnézőbb, a veteránoknál meg valószínűleg ott parkol már a polcon egy ideje.
Keresesen találhattam volna jobb indokot ezen felsorolás elkészítéséhez, mint a következő játék, ami egy olyan alműfajba esik, melyet én személy szerint nem találkozom sűrűn, ez pedig a tankos vertikális lövöldek. Amennyiben teljesen őszinte akarok lenni, az éppen folyamatban lévő Guardian Force az egyetlen ilyen játék, ami képes volt lekötni, és bár jogosan gondolná azt az ember, hogy ennek a műfajnak ott kellett volna maradni a 80-as években, Isten áldja a Success keményen dolgozó munkásainak mindkét kezét, hogy leszállították ezt a csodát 1998-ban. Kétségtelenül szokni, és szokni kell a mutatványt huzamosabb ideig, ugyanis a standard irányok mellett az A és C gombokkal még tankunk csövét is forgatnunk kell, miközben a B-vel osztjuk a szentírást, de érted, ha valahol, akkor a smapokban átugorhatatlan a tanulási görbe, és a Guardian Force szintén egyik azon játékoknak, ahol nehézségi szintje ellenére elég sűrűn lehet sikerélményünk. Naprakész feature-oknak és feature-ettáknak ajánlom a figyelmébe a 2021-ben a Siri Connection által megjelentetett Cotton Guardian Force Saturn Tribute anyagot PS4-re, illetve Switch-re, mely a Guardian Force-on kívül még tartalmazza a Cotton 2 és Cotton Boomerang anyagokat is, most pedig jöjjenek a verekedős per sportanyagok. El nem tudom képzelni, ki tartotta fontosnak, hogy elkészítsen egy darab egy az egy elleni verekedős játékot, már a Golden Axe univerzumból merít, de ha már itt van, vessünk rá egy fél pillantást. Kapásból megemlíteném, hogy hallatlan pofátlanságnak tartom ama húzást, hogy a Revenge of the Dead Adder-ből nem készült Saturn átirat, míg a The Duel-ból igen, viszont ebben az esetben az STV helyett inkább a konzolverzióval tessék játszani. Hogy miért? A gyönyörű 2D-s sprite orgia egy dolog, az is jó pont, hogy itt vannak a törpék és a belőlük kirugdalható bájtalok, de a csapnivaló irányítás miatt kiből mit kéne kirugdalni? A karakterek vakaróznak, bámészkodnak, mi pedig hiába ülünk rá a Joyra és kezdünk el lambadásokat megszégyenítő módon csípőből kevergetni vele, miközben löttyet farpofáinkkal néha-néha hozzáadnánk egy ütést vagy rúgást, a végén mindig megkapjuk a klasszikus continue kérdést. Csak úgy, ahogy a Radiant Silver Gun, ez a játék is megérdemel egy külön videót, úgyhogy lapozzunk, mielőtt újra felhúzom magam. Vannak köztetek esetleg Suikoden rajongók? Igen? Mit szólnátok, ha a sorozat karakterei egyszer csak egy verekedős játékban bukkannának fel? Szinte gondoltam, hogy a hátad közepére sem kellene egy ilyen mutatvány, ám a Data East-es rácok valami istentelen szikra hatására mégis összelapátolták az Outlaws of the Lost Dynasty. A klasszikus kínai regényirodalom vízparti történet című alkotásából lopkodva és ezen részeket kamu mítoszokkal megfűszerezve kaptunk egy Golden Axe The Duel-szerű förmedvényt, ami nálam sem grafikailag, sem irányítás szempontjából nem üti meg a mércét. Értem én, hogy akkoriban nagyot ment a Samurai Showdown sorozat, de vannak ettől sokkal jobb kettődés verekedős játékok, legyen szó klónról, vagy eredeti megoldásokról. Tovább. Furának nem, inkább meglepőnek nevezném a soron következő gyermeket, ugyanis a Virtual Fighter egyértelműen Model 1-es játékként van számon tartva szélesebb világon, ám tekintettel a rengeteg anyázásra, az első rész irányítását és még mását illetően, a Sega kipofozta egy kicsit és egy remix matricát rányalva kiadta Saturnra és STV-re is. Szó se róla, érezhető a törődés és a korrekciók is működnek, de a későbbi részek nekem valamiért jobban passzolnak. Az emulátort én a helyetekben kerülném ezzel és minden más 3D-s STV címmel kapcsolatban, bár ha szerettek Glitchtengerben lubickolni, akkor elő azzal a mentő mellényen. Ready, go! Excellent!
Ahány ház, annyi szopás, ráadásul így fél lábbal a sírban továbbra is állítom, hogy a Tim Burton által rendezett Batman filmeken 30 plusz év után sincs fogás, és az is fix, hogy főként Val Kilmer személyisége per jelenléte és Nicole Kidman vörös mufja vonzotta be azt a 336 millió birodalmi dollárt 1995-ben a mindörökké Batmanre keresztelt förmedvénnyel. Addig is még ízig alapon elkészült vagy négy konténerre való elhulladék is videójáték adaptáció formájában, viszont az STV Saturn kiadások messze menően a legjobbak mint közül. Egy gyors és látványos beat'em up digitalizált karakterekkel, ahol minimális gombkombinációkkal különféle módon tudják hőseink kisöpörni az egész képernyőt. Meg kell hagyni egy kis sekélyes, még az adott stílus mércéjével is, viszont ugyanúgy köröket ver az eddigi bunyós mutatványokra, ahogy a film alapján készül többi otthoni portra is. STV-n egyetlen hátránya van a dolognak, mégpedig ha nincs hozzá dedikált hangkártyát, akkor vagy hallgatod a csendet, vagy bepattintod a filmzenét aláfestésnek. Final Fight Revenge. A cím az világi, nem változtatnék rajta, bár nem tudom, hogy kin szeretett volna bosszút állni a Capcom ezzel az akármivel. Az eredeti sorozat mindhárom része előkelő helyet foglal el nálam, de hogy miért kellett egy oldalra szkrollozódó beat'em up-ból kezdetleges 3D-s grafikával és frusztráló mechanikákkal operáló, egy az egyenli verekedős játékot készíteni 1999-ben, nem értek. Már csak azért sem, mert a termekben ezen a ponton évek óta ott penészedett a Soul Calibur, a Tekken 3, de még a Capcom saját gyermeke a Rival Schools is, melyek esetében még a Vakok Egyesülete is egyöntetűen kijelentheti, hogy sokkal szebbek, mint a Revenge, az irányításról nem is beszélve. Az egyetlen pozitívum, amit fel tudok hozni a mentségére, azok a rajzfilmszerű és komolytalan megoldásai, valamint bunyó közben a talajról felkapható fegyverek, a eredeti Final Fight, azon pedig hangosan felrögtem, amikor Eddie E. bepattant a szolgálati kocsijába, és elkezdett vele üldözni. Ez a játék az egyike volt az utolsóként megjelent címeknek, mint Saturnra, úgy STV-re, szóval sok sikert és főleg babaváró támogatást azoknak, akik a polcukon szeretnék tudni egyik-másik kiadást bármi nevű pervers indítatásból. Végre valahára elérkeztünk nem csak az én kettő darab gyöngyszememhez, hanem a platform legjobb bunyós játékaihoz, melyek közül elsőként az Astra Superstars-t emelném ki. Ágyú 2D sprite-ok, Marvel vs. Capcom megoldások és a bunyó a levegőben megy végbe. Kellettől több. A korábbi címekkel ellentétben az irányítás maga az álom, sokkal jobban ki van találva, össze van rakva, továbbá van egyfajta sajátos hibbant humora, ami rögtön belopta magát a szívembe. Köszönöm kedves Sunsoft utólag is, és egy különálló videó keretein belül még visszatérek az Astra Superstars-hoz, csak úgy, mint a soron következő és egyben utolsó Groove on Fight-hoz is. Ez az ékkő az Atlus Power Instinct sorozatának része, a Neo Geo-ra megjelent Matthew Mellivel együtt, és ahogy az utóbbi, úgy a Groove on Fight sem okoz csalódást. Gyönyörű sprite-ok, újfent Marvel vs. Capcom megoldások, többek közt a két-két választható harcossal, melyeket a meccsek során tetszés szerint válogathatunk, kombóláncok, személyre szabott és főleg humoros speckók, mi más kellhet még egy verekedős játékfanatikusnak? Legnagyobb szomorúságunkra évek óta ő az utolsó darabja a sorozatnak, de ez mit sem veszel abból a tényből, hogy az egyik legjobb 2D-s aprítás, és nem csak Saturna vagy STV mércével mérve. Oh!
Míg az eddig felsorolt játékok körülbelül 90%-a többségnek teljesen idegen volt, a Dynamite Deca, vagy ahogy az USA-ban és Európában ismerjük, a Die Hard Arcade hallatán valószínűleg felragyobb pár Saturn, de lehet, hogy PS2 tulajdonos szeme is a Sega AG sorozatnak köszönhetően. Ebben a mutatványban az akkorikor elvárásainak köszönhetően vegyítette a Sega a régit az újjal, aminek köszönhetően kaptunk egy 3D-s Final Fight-ot, ahol ugyanúgy ellenségek hadavárja, hogy a felvető partvissal, fújatószprével, az aktuális szoba bútoraival, vagy akár csak mezei lőfegyverekkel biztosítsunk nekik új személyazonosságot. Vannak quick time eventek is, melyeket kezdetben tutira elvétünk majd, de érdemes őket begyakorolni, ugyanis a későbbiekben rengeteg első segélycsomagot megspórolhatunk általuk. Gondolom azokban, akik ismerik a játékot, felmerült párszor a kérdés, hogy mitől Die Hard ez a játék, mert hát valljuk be, főhősünk épp hogy csak köszönő viszonyban van Bruce papával, és az épület sem nagyon hasonlít a Nakatomi Plázára, de hogy minden másra, úgy erre is létezik észszerű válasz. A Sega egy ponton elég tekintélyes töbletet halmozott fel STV lapokból, mikor is hozzájuk vágták a Die Hard licenszet, hát nemhogy játéknak, de még csak koncepciónak sem volt se híre, se hamva, így septében összeboronálták a japán AM1-es csapatot az amerikai Sega Technical Institute, avagy STI embereivel, hogy akkor most vagy soha, és lehetőleg gyorsan. Amennyiben hihetünk a mendemondáknak, nem sokkal a megjelenés előtt ez a gyermek még szigorúan 2D-s volt, és a karakterek csupán egyetlen egy síkon mozoghattak, ám szerencsénkre a készítők rápillantottak a naptáruk jobb sarkában tündöklő évszámra, és időben eszméltek. A Die Hard Arcade fejlesztése egyidejűleg történt Saturnra és STV-re, ám ez előbb itt jóval később dobták piacra, és sajnálatos módon az STI-t is feloszlatták nem sokkal megjelenése után. Nem létezne Sega sportjátékok nélkül, és bár ebben a műfajban a legismertebb az International Track and Field PlayStation-on, a Decathlete szerintem sokkal jobban néz ki és jóval szórakoztatóbb, már csak az idétlen nevek és a hozzájuk rendelt pofázványok miatt is. Ami a játékmenetet illeti, keresesen találhatnánk ettől puritánabbat. Ájulásig kell kloffolni az adott gombot, a megfelelő pillanatban lenyomni egy másikat a szükséges szög beállításához, majd elengedni a kivitelezéshez, és ha ráérzel, már meg is van a világrekord. Ha van nyári, akkor kell lennie a téli olimpiának is, mert sokszor mérföldekkel rosszabbak, ugyanis a készítők hajlamosak ezen esetekben magukon és rajtunk kívül a játékot is megerőszakolni, ám a Winter Heat egy nagyon örvendetes kivétel. Ugyanaz a puritanizmus jellemzi, mint a Decathlete-et, viszont az olyan versenyszámok, mint a műlesiklás vagy a bobozás sikeresen távol tartják el a mutatványt az unalom bárminemű formájától. Arcade betyárok egyet fognak érteni velem abban, hogy nem sok izometrikus játék volt annó a barlangokban, manapság meg pláne, szóval a Princess Kurara Daisaksen egy eléggé üdes infót ezen a listán. A fejlesztő újfent az Atlus, a főszereplő kislány Purikura pedig a már említett Power Instinct játékokban szereplő Princess Kurara Teenager verziója. Új játék kezdésével választhatunk közte, a huga, avagy egy félig ember, félig medve anomália között, és nem lesz más dolgunk, mint leradírozni velük mindent, ami él és mozog. Akinek bejön az RPG külcsínjel megáldott izometrikus lövöldözés, az mindenképpen tegyen vele egy próbát. We'll be right back.
Elérkeztünk az utolsó és egyben számomra legkisebb halmazhoz, amiben az élvezhető kirakósokat dobáltak. Egyetlen egy generáció sem létezhet Columns nélkül, elvégre is az eredeti, egy zseniális játék, ám valószínűleg én volnék az utolsó utáni ember, aki ebbe az automatába zseton dobna, még annak ellenére is, hogy unalmas téli estéken simán el vagyok vele, viszont. Ez a modernizált külső nemhogy nem segít a játékon, de a homlok egyenest átláthatatlanná teszi, melynek következtében eléggé bele kell majd mászni a képernyőbe, hogy lássuk, melyik alakzat hova passzolna. Tipikus példája ez egy olyan update-nek, amit senki nem kért, úgyhogy tessék nyugodtan a klasszikus verziót nyüstölni. Ez idáig nem volt lehetőségem, vagy talán csak nem akartam naddobra verni, de a Mahjong Shanghai játékok lassan 30 éve a bűnös élvezeti kategóriába tartoznak nálam, és a Shanghai Triple Threat, avagy The Great Wall, ki hogy ismeri, iskola példája annak, hogyan kell egy kínai szolitér játékot játékkonzolokra hibátlanul átültetni. Nem tudom, hogy én vagyok-e függő, vagy hogy ennyire jól sikerült a játék, de a videó készítése során elfelejtettem kikapcsolni a feljátszást, melynek köszönhetően sikeresen rögzítettem 6 órányi mahjongozást, úgyhogy kedves gamblertársak, csak óvatosan. Úgy gondolom, hogy a Puyo Puyo sorozatot nem kell senkinek sem bemutatnom, a kiadás címében szereplő Sun pedig a nap alakú gyémánt hozzáadását jelöli, melyet a sorokba építve likvidálhatjuk az azonos színű elemeket, így létrehozva igencsak brutális szorzókat, illetve kombókat. Kétségtelen a legjobb parti játékok egyike, legyen szó spicces felnőttek, vagy a fagypontig hűtött Fanta szénsavállományától dülöngélő kis csikók csoportjáról, a végjátékban pedig a jelenlévők hangereje kivétel nélkül egyenes arányosságban növekszik majd a játéktér sűrűségével. Utolsó előttiként pedig itt van a Baku Baku Animal, mely állatok és azok táplálékának implementálásával igyekszik kitűnni a felhozatalból. A panda bambuszt teszik, a kutya csontot, a majom meg faszt, vagyis banánt, ami elsőre bár bugyután hangzik, de a harmadik-negyedik kör magasságában már a játék erősen próbára teszi a kombinatív képességeink mellett a reflexeinket is. Akár Saturnon, akár STV-n, a Baku Baku Animal tökéletes családi játék, amit a soron következő és egyben utolsó címről már nem mondhatok el. Danchi do Hanafuda, Oksan Komen Resvajo, ami magyarul annyit tesz, Ortodox Hanafuda, ő a feleségem. Nem egy hétköznapi cím, de annál sokat mondóbb, ugyanis a Hanafuda egy japán kártyajáték, mert főhősünk, azaz mi, játszik az otthon üldögélő és unatkozó háziasszonyokkal a lépcsőházban. Igen, nálunk ezt strip pokernek hívják, és bár lövésem nincs a szabályokat illetően, trial and error alapon sikerült pár unatkozó menyecskét megszabadítanom a ruháitól. 15 év alatt nem ajánlott, felette viszont jókat lehet röhögni és gyönyörködni a lányokban. Oksan, komia desu! Most pedig következzen még pár játék, amelyekre én időt és energiát nem pazarolnék, de valakinek talán bejövősek lehetnek.
Az én első játéktermilapom egy STV volt, melyet Weissenbürger Pétertől vásároltam nagyon baráti áron, kinek neve ismerős lehet sokatoknak, már csak a Retro Vintage csoport kapcsán is, ám eme döntéshez nagyban hozzásegített az is, hogy akkor már létezett hozzá egy Dark Soft-féle multikártya, melynek segítségével pár címet leszámítva játszhatunk bármely ezen hardware-re íródott játékkal. Akik már huzamosabb ideje követik a csatornát, láthatták a korábbi Dark Soft hardware bemutatóimat, ám az STV Multi a legpuritánabb mind közül, mely annyiban tér el egy standard cartridge tartalmától, hogy a romok 45 fokos szögben kerültek beforrasztásra, rendelkezik egy microSD olvasóval és 7 darab bináris rendszerben működő jumperrel, mely segítségével kiválaszthatjuk az adott játékot a kártyán, majd beírhatjuk a memóriába. Ezzel a megoldással annyi csak a probléma, hogy miután befejeződött a flash-elés, áramtalanítanunk kell a lapot, majd újra bekapcsolni, hogy elindulhasson a kívánt játék. Nem egy hálás folyamat, főleg kezdetben, amikor puszta kíváncsiságból próbálgatjuk az egyes címeket, így ajánlanám LCD Selector beszerzését az Arcade Project fórumokon Mészáló név alatt rejtőzködő finn úriembertől Satzper kb. 40 eurós darabára. Azért használtam a Satzper kb. Kifejezést, ugyanis amikor én vásároltam tőle évekkel ezelőtt 37 euró volt az ára, amihez választhattam követési szám nélküli 9 eurós vagy fullos 22 eurós költséget, és mivel nem bízom az európai futár, illetve postaszolgálatokban, így leszurkoltam azt az 59 neokommunista érmét all in-ben. By the way, szükségeltetik majd némi készügyesség a reset, a plusz 5 volt és a földelés ráforrasztásához a cartridge-re annak érdekében, hogy új játék kiválasztás esetén ne kelljen kibe kapcsolgatnunk a Supergun, ahogy a gépet, amiben a lapunkat szereltük. Van akkor multikártyánk és LCD szelektorunk, felmásoltuk az eredeti romokat is a kártyára, indulhatna is a mandula, de van itt nekünk egy olyan probléma, hogy BIOS. Az STV játékok többsége a japán BIOS-t használja, és ha meg is nyikkan az európai vagy amerikai verzióval, akkor bizony hiányosak lesznek. A Radiant Silver Gun esetében a japán 3 gombot és azok különféle kombinációit használó gombkiosztást az amerikai BIOS lebutítja 2-re, amivel az elhalálozási szorzó további 10.000-rel emelkedik, ám a Soulcube Grentai esetében pusztán annyi a változás, hogy az angol szöveg mellé a főmenüben a Teradiver logó vár majd minket. Akik hozzám hasonlóan nem rendelkeznek IPRAM sütővel, azok kénytelenek lesznek rendelni egy multibiost a Ről, és ne lepődjenek meg, ha ilyen költségbarát, kisiparos megoldást kapnak, ahol két táblók majd a semmibe, mindenki más pedig kotoron elő egy 27C400-as, miután a jabber.com-ról letöltötte a szükséges tartalmat, és reggelig mehet a nevetés. Üzembehelyezés után vár majd minket egy bootképernyő, ahol a megfelelő gomb nyomvatartásával aktiválhatjuk a kívánt BIOS-t, ám ha nem nyomunk semmit, akkor a gyári, azaz japán verzió indul automatikusan. Az utolsó extra hardware, ami szintén opcionális, de erősen ajánlott, az az Everton által gyártott kiegészítő lap, melynek segítségével immáron sztereóban élvezhetjük a játékokat, és tartalmaz egy CPS2 kickharness csatlakozót is, így ha valaki a One Size Fits All megoldások híve, mint moi, akkor nem kell minden egyes játéktermi laphoz külön tyúkbélköteget készítenie, ahol a tehetősebb kollégák rögtön bele is dobhatják az egészet egy Capcom masinába, ami ha valami szerencsés módon egy Big Blue, akkor az RCL kimeneteken keresztül problémamentesen csatlakoztathatjuk STV-nket a gyári, beépített erősítősz, $30 plusz postaköltség fejével. A multikártyát Európában csak úgy, mint a többi Dark Soft terméket is Aldo-tól a Savior Games tulajdonosától szerezhetjük be Olaszországból, viszont az általam birtokolt régi modellt kivették a kínálatból, ugyanis elkészült a Dark Knight Edition, ahol összeolvasztották a multit egy hangkártyával, és így a Batman Forever végre élvezhető hiánytalan formában. Az már mondjuk egy másik kérdés, hogy kemény lesz-e valaki a maszkos bőregértől annyira, hogy kiadjon 430 eurót a 2.0-as verzióért, mikor én az enyémet 205-ért vettem adó nélkül. Merészebb egyének kipróbálhatják az eBay-en, illetve AliExpress-en keringő 8:1-ben cartridge-es, avagy 16:1-ben kiegészítő lapos variánsokat, ahol leadhatjuk az eladónak a személyre szabott játéklistát, de ezek működéséről, tehát megbízhatóságáról sajnos semmi nem információm nincs.